A spanyol választásokat megnyerő szocialisták elvetik a nagy koalíció létrehozását a második helyen végzett, de rivális konzervatív néppárttal, a harmadik legtámogatottabb Vox szélsőjobb párttal, és nem akarnak függeni a katalán és baszk szeparatista pártoktól sem. Az új parlamentbe 16 párt jutott be. A miniszterelnök megválasztásához 176 parlamenti Vox szükséges. A szocialisták elképzelése szerint ez esélyes, 180 mandátumot tenne ki, ha az általuk kiválasztott 8 másik párt hajlandó lenne velük az együttműködésre. José Luis Ábalos, a spanyolországi szocialista munkáspárt szóvivője szerint azért nem vállalható a konzervatív néppárttal a nagy koalíció, mert az elkenné a felelősséget a jövőben. A szocialisták legtámogatottabb lehetséges koalíciós partnere az Unidas Podemos 35 mandátummal negyedik helyen végzett. A választási eredmények azt mutatják, hogy Spanyolországban a kormányalakítás még nehezebb lesz, mint eddig volt. Pedig a választások megismétléséhez épp az a patthelyzet vezetett, hogy egy politikai tömörülésnek sem volt abszolút többsége a törvényhozásban. A parlament még széttagoltabb lett. A baloldal gyengült, a jobb oldal erősödött, erőviszonyai közel azonossá váltak, 158-152 mandátummal a baloldali pártok javára. A szélsőjobboldali Vox 52 mandátummal a harmadik helyen végzett. Santiago Abascal, a párt vezetője úgy értékeli, hogy a választók ellenzéki szerepet szántak a Voxnak, ezért sem lépnek koalícióra a szocialistákkal. A szocialisták, a polgárok liberális középpárt, az Unidas Podemos radikális baloldali párttömörülés, a baszk nacionalista párt, a több ország új baloldali párt, a Kanári-szigeteki koalíció, a Kantábriai regionális párt, a galíciai nacionalista blokk és a Teruel létezik regionális erő együttműködésével hozna létre egy, idézzük, haladó szellemiségű kormányt.